A húsvét és a nagy hét számos szokást hordozott magában. Ez az az ünnep, amelyben leginkább összefonódnak az egyházi és világi természeti hagyományok. Sajnos ezek jelentős része eltűnőben van, pedig népcsoportonként és vidékenként sok-sok szokás élt, melyek minden húsvéti naphoz külön-külön kialakultak. Ez is mutatja, hogy a húsvét a keresztény hit egyik legjelentősebb ünnepe. Megvannak az általános szokások, amiket tudunk a húsvétról, meg általában amik a fő jellemzői, de azonban népcsoportonként vagy településenként is voltak apró eltérések ezekben a szokásokban. És ugye ami általánosságban húsvétről tudni kell, ugye ez egy mozgó ünnep, nem minden évben ugyanakkor van ugye. Ezt úgy határozták meg a 325-ös nicei zsinaton, hogy a tavaszi napi egyenlőséget követő, ez a tavaszi napi egyenlőség ugye ez március 21-e, tehát az azt követő holtörte utáni első vasárnap, és ebből adódik az az ingadozás, hogy hol korábban, hol később van. Igazából virágvasárnap az, amivel kezdetét veszi a húsvét is, meg a nagy hét is, ugye, ami azt követi. Ugye a virágvasárnapon a templomokban ugye a Jézus Jeruzsálembe való bevonulására emlékeznek. Például itt is megjelenik az, hogy ugye meg az egész húsvétban, talán a keresztény ünnepek között a legjobban van jelen az, hogy az egyházi szokások úgymond leszivárogtak a hétköznapi dolgokba, meg a népszokásokba, meg hogy a vallási hagyomány ugye keveredik a természethez kapcsolódó hagyományokkal, szokásokkal, ugye a húsvétkor elég erőteljesen megjelenik a tavasz is, vagy a növényvilágnak az újjáéledése és a szokásokba, vagy a rituálékba. Ugye már a korai kereszténység időszakából ismert az, hogy a virágvasárnapi alkalmakon pálmát szenteltek a templomokba. Ugye a Biblia szerint, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, pálmaágakkal szórták föl az utat, és azt tartottak az emberek a kezükbe, ebből jön ez a szokás, és ugye nálunk nem lévén pálmaág, itt a barka képezte ezt a szentelményt. Csak a katolikusok szenteltek barkát. Van olyan vidék, ahol nem vitték be a házba, hanem az udvaron vagy a rag alatt tartották, hogy védje a házat, megóvjon a betegségtől, vagy óvja a házi állatokat. És van, ahol éppen a házban volt a helye a szentelt barkának. Volt olyan település, például Siolgárd, Pári, ahol azt tartották, hogy bevinni a házba nem szabad a templomból haza, hogy szentelt barkát, hanem például a tetőn a rag alá betűzték, vagy az istállóajtóhoz, és akkor különféle rontóvédő funkciót tulajdonítottak neki, hogy a vihartól megvédte a házat, nem csapott bele a villám, vagy nem verte a jégeső a házat, az állatok nem betegedtek meg, vagy a tűztől védte a házat, a betegségtől védte az embereket. De például voltak olyan helyek, mint például Várdomból, meg a házba tartották a szentelt barkát, vagy sok esetben még vittek a temetőbe és a halottaik sírjára is egy ilyen emlék ritusként. A húsvétban egyszerre jelen van a tűz és a víz. Már virágvasárnap hajnalán szokásban volt a harmadszedés, de a locsolkodás is a víz elemeihez köthető, ami a megtisztulást jelképezi. A húsvét legfőbb gondolata ez, az újrakezdés, a megtisztulás. És ezt jelképezi a tűz is, aminek hamuját ugyancsak a rontás előzésére használták. A nagypénteki szokásokban is megjelenik például a víznek a szerepe. Például azt tartották, hogy aki nagypénteken hajnalban napfelkeltéig megmosakszik, azt egész évben elkerülik a betegségek. De például vannak olyan feljegyzések a sárközből, hogy még a Duna szabályozás előtt, amikor nem a földművelés, hanem az állattartás volt a fő megélhetési forrás, akkor a lovakat a határban lévő természetes vízfolyásokban nagypéntek hajnalban megfürdették, hogy ne. Vagy ha nem is fürdették, csak áthajtották a vizen, hogy jelképesen, hogy megvédje egész évben a betegségtől az állatokat. De például országszerte, meg Tolna megyében is jelen volt az a szokás, hogy különféle beavatkozásokat nagypénteken végeztek el az állatokon, például a billogozást, vagy a herélést, vagy a farkalást. Azt tartották, hogy ilyenkor sokkal könnyebben átesik rajta az állat ezeken a dolgokon. A nagy szombaton pedig a
vízhez hasonlatosan a tűz jelenik meg egy ilyen rituális elemként. Ugye a katolikusok tűzszentelést szoktak tartani, a templom mellett szoktak tüzet rakni, és ennek a hamujához, meg a visszamaradt faszénhez a hívek különféle hiedelmeket társítottak. Ugye szoktak belőle hazavinni a hamuból is, a faszénből is. Például a hamut vagy a faszenet a határba a földre szoktak valamennyit szórni, hogy a jégesőtől, viharoktól megvédje a termést. Az állatoknak az itatóvizébe szoktak rakni. De volt olyan hely is, ahol azt csinálták, hogy egész évre raktak félre a faszénből, és akkor, hogyha nyáron, vagy hát olyan időszakban, vagy évszakokban, amikor viharok jöhetnek, hogyha úgy látták, hogy esetleg vihar közeledik, akkor ebből a faszénből dobtak egy darabot a tűzre, a tűzhelyre, és akkor úgy tartották, hogy ettől elkerüli a házukat a vihar. És hát igazából volt gyógyító funkciója, és ennek például a bukovinai székelyeknél jegyezték föl azt, hogy a faszenet összetörték, zsírral összekeverték, és akkor az kenőcsként különféle kelésekre, zúzódásokra használták. A húsvét minden kétséget kizáróan leginkább ismert jelképe a tojás. Ez is egy igazából egy ősi motívum. A tojás igazából az újjászületésnek, vagy az új életnek is a jelképe. Most az érdekesség, ugye, hogy ez a tojásnak ez a húsvétkor is tapasztalható funkció igazából nagyjából itt a Kárpát-medencéig maradt meg, tehát Kelet-Közép-Európában maradt meg, nyugaton annyira már nem jellemző, mint itt ezen a részen. És hát például ez a tojás festés is, az is egy ősi, több ezer éves hát szokás, például már a perzsáknál vannak róla emlékek, hogy a tavaszi napi egyenlőség ünnepére festették a tojásokat, és azokat adományozták egymásnak. Például ilyen tojás ajándékozás megmaradt váralján, hogy a húsvét délután, istentisztelet után a keresztülők a kereszt gyerekeiknek hímes tojást adtak például ajándékba. De például a tojásnak volt vagy van egyfajta áldozati jellege is a népszokásokban, például az ortodoxoknál az volt a szokás, hogy koldusoknak vagy szegény gyerekeknek adtak tojásokat ilyenkor húsvétkor, és akkor igazából az volt a úgymond elvárás a tojásokért cserébe, hogy a családnak, a család halottainak a lelki üdvéért imádkozzanak ezek a megajándékozott személyek. Bár a hagyományok az élet modernizálódásával eltűntek vagy átalakulóban vannak, a valláshoz köthetők azért megmaradtak. Az ételszentelés hagyománya is fellelhető időnként, mint ahogy az Emmaus járás húsvét hétfői szokása is megmaradt vidékenként. A világi körökben talán a locsolkodás mellett a tojásfestés az, amely még létezik.